most menj, nehogy belenyújj. Üdvözöllek benneteket, én Révész János vagyok. Egy olyan videót fogok most tettek felhelyezni. Ugye beszéltünk erről. Szent Isten, és nem abroncsról beszélünk. Most nem a Szent Abroncsról van szó, hanem a Szent Istenről, mert fontosabbnak tartom Istent, mint az abroncs koronát, jó? Tehát Szent Isten, és ez a belső szerkezete. Rendben van? Tehát ez a belső szerkezete, de ez egy sík metszet, ez dimenziójába forgatva kell a téridőbe, tehát térbe elképzelni. Tehát ez így néz ki. Oké? Tehát ez a fontos. Tehát a napisten, napatyának ez a belső szerkezete. A lélekről már föltettünk, amit le lett fordítva magyarra, hogy mi a léleknek a... Még nincsen igazából föltárva a belső szerkezete, ugyanis Indiából jön a tudás. És a lélekről is föltettünk olyat, hogy hangos könyv, és fordítja magyarra. És itt van például, most képzeljétek el ezt, amikor bementek Európa kellős közepén az országházba, és ott van az az aranygömb, ami a napból, ha úgy veszed, mondjuk a nap egy égő, mondjuk a konyhádban ő a lámpatest, és benne van egy égő, kitekered, és beviszed az országházba. A nap lény az kedvére repked a légtérbe, jó? Tehát oda repked egy szálló, hova gondolja. Kamerázzál csak egy kicsit oda rá. Állítsad be. Tehát ott van, kiszáll a napból a naplény, oda megy a királyhoz, aki tartja a napisten kicsített másolatát. Jó? Tehát ebből lehet érteni, hogy és utána van az abroncs korona, tehát nem Szent Abroncsom, hanem Szent Isten. És senki ne tévessze meg benneteket, mert az nem országházalva jártok, ahol ez ki van állítva, hanem fénytemplom. Jó? Európa kellős közepén fénytemplom van. Tehát akik itt meg akarnak hülyíteni mindenféle, hogy imádjad a madarakat, kőből csókogassad, meg aranyalmát nyom le a torkodon, meg ilyen hülye barom, aki oda van rakva, vagy neveletlen állatok, ezekre senkire ne hallgassatok, mert nem magyar lelkületűek, nem is idevalóak, ez egy söpredék szar az egész, jó? Úgyhogy ki fogunk innen titeket úgy bombázni, hogy ahogy kell. Tehát a hülyeséget, meg a szemetet, azt megetetjük veletek, jó? Ez a karmátok. Tehát, hogyha valaki nem tud őszintén, tisztességesen, erkölcsösen, becsületesen beszélni, arról, hogy létezik a lélek, fénymagok élnek, földi testekben és égi testekben fénymaglelkek élnek. Tehát itt van, nézzétek meg, ez ennek a belső szerkezete. Na most gondoljátok, hogyha erről már fotó, film, fölvétel, hogyha tudjuk, hogy ez a belső szerkezete, és hogy ez egy élő lény, és a napnak a belsejében ilyen élő lény él benne, ugye? Fénymag nemzete, meg minden, akkor el kell gondolkodni, hogy mennyire vagytok lesötítítve, meg lehűítve, hogy hagyjátok el az országot, meg fizessetek. A sok szemetet, meg a szart, tudjátok, ami nem létező, azt próbáljátok veletek megetetni. Ez karmikusan minden visszajár. Tehát mindenki olyan nemzet családba születik, olyan, mit tudom én, családba, nemzetbe, ahová való. Értjük? Karmája szerint. És azon kell végigmenni, amit megzabáltál a többivel, az mind visszanyeletik veled. Jó? Úgyhogy akkor ezt már elkezdődött ez, úgyhogy most van a nagy rendrakás, ahol aranygömböt láttok a templom tetején Jeruzsálemben, ott bokáig ér a törmelék, ezért. Jó? A Dalai Láma is el lett menesztve Indiába, mert ott is nem kokorékolta ki, hogy ő Budának az unokatestvére. Ugye? Hogy mit kellett volna kinyilatkozni? Leszarta. És mivel, hogy majdnem, hogy ártás ez az egész, nincs kinyilatkozás, nem végzik a feladatukat, és akkor szépen el lesz takarítva az egész brancs. Ez vonatkozik mindegyikre. Úgyhogy, és nehogy azt hidd, hogy most még megúsztad, mert a következő testetöltésednél, ugye egy következő létformánál, ezt mind vissza fogod szivattyúzni. Amekkora kárt csináltál meg, amilyen szemét vagy. Na, szóval, nagyjából ennyit szerettem volna közölni a filmen, úgyhogy el lehet gondolkodni azon, hogy az emberek nem tudják, hogy miért állítanak mondjuk karácsonyfát. Ugye egy ilyen időkúp van, hát a kiáradásról beszélünk, legfelül a napisten, a nap csillag magja, ugye? Ez a naplény, ami ki van állítva az országházba, ennek a fénymagja van legfelül,
alatta a hold magja, az piros, földünk magja, kék, Vénusz magja, fehér, és akkor így vannak a színek. Igen, ám, de ezt a időkúpot így állítod, akkor lefekteted, akkor a trombita szilveszterik új évkor, ugye? De ha még mindig így tartod, akkor két lábat odaraksz egy női szoknya. Tehát a teremtésnek a kulcsa van elrejtve. A másik meg az, Tony Nader könyve se véletlen. Minden égitesthez, minden, tehát a nap, a csillag, a többi égites bolygó, de mindegyikhez meg vagy melyik testrész tartozik, milyen horoszkóp, milyen karma, miből keletkezik. Tehát, hogyha így összességében ott vannak például a párkapcsolatosok, a fogalmuk sincsen, hogy a narcisztikus meg a pszichopatának ott az amigdalánál azt kell tudni, hogy a homloklebeny kisebb, a halántéklebeny nincs rendes kapcsolat, és ezért nem látja se az okozatot, semmit. Ez a következő filmben erről fogok most beszélni. Föl fogom tenni ezt is, hogy hiába okoltok valakit, hogyha nem értitek meg, hogy nem működik, mert röntgenfölvételen föl van véve, hogy nem úgy okos az, mert a lélek nem hülye. Csak nem tud úgy működni, mint ahogy a másik ember. Értjük? És ezt most már filmfelvétel van, és úgy is vesznek föl dolgozni. A másik pedig, hogy olyan horoszkópokat össze se adnak, aki nem stimmel össze. Tehát itt nagyon nagy átlátó képesség kell, mert azok az emberek, akik hiába mész te akármelyik szervezethez, hogy te majd ott nem tudom én megvilágosodsz, nem fogsz megvilágosodni, akkor világosodsz, amikor a napatya hozzád száll és rádárasztja a fényét. Attól megvilágosodhatsz. Különben soha életedbe. Ha nem találkozol az ötdimenziós fénymaggal, meg a többi égitásból kiszálló arkangyallal, akkor felejtsd el, és pofázhattok, amit akartok. Ez így működik. Meg hogy felébredett Buda, meg Jézus, Jézusnak Isten idézi főpapi címe van, ide tudja hívni a naplényt és az arkangyalait. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!